Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aktuális, és az EU csúccsal kapcsolatban fogom kérdezni szakértő vendégünket, Petri Bernadettet, Európai Uniós szakértőt, az NKE Európa Stratégiai Kutatóközpont és a 21. század intézet kutatóját. Szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Elkezdődött az EU csúcs, jönnek is a hírek folyamatosan, már láthattuk egy pár, ugye tegnap talán, amikor megérkezett Orbán Viktor, illetve most lehet már tudni azt, hogy megvétózta az Európai Unió, tehát az EU csúcson Ukrajnának a csatlakozását az Európai Unióhoz. Picit beszéljünk akár az elejétől kezdve magáról erről az egész folyamatról, az EU csúcsnak, akár az intézményeiről is egy pár mondatot beszélhetnél nekünk, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, amit a napjainkban zajlik itt a magyar karácsony készülődés kellős közepette. Így van, ez egy érdekes időszak, ugye tavaly ilyenkor született meg az a tanácsi határozat, amelyben felfüggesztették a Magyarországnak járó uniós forrásoknak az 55%-át, tehát úgy tűnik, hogy ez az az időszak, amikor kicsúcsosodnak a lényegi kérdések az Európai Unióban. Ugye most ez a decemberi uniós csúcs, ez nagyon sok lényeges elemet tartalmazott. Gyakorlatilag az egész csúcs Ukrajna köré csoportosul, a napirendi pontoknak a legnagyobb része a háborúval kapcsolatos. Ugye itt még Zelenszky ukrán elnököt is online bekapcsolták egy rövid időre, hogy érveljen amellett, hogy Ukrajna jövőbeli tagsága mennyiben segíteni az Európai Uniót, illetve hát ugye nyilván Ukrajnát, mert itt azért arról van szó, hogy Ukrajnát segíteni, ez természetesen sokkal jobban, mint az EU-t. És ami lényeges még, hogy ugye tárgyaltak a tagállamok vezetői a 12. szankciós csomagról, illetve a 2021-2027-es uniós költségvetésnek a felülvizsgálatáról. Ennek képezi egy részét egyébként az Ukrajnának járó, vagy az Ukrajnának kért pénzügyi segítség, és akkor emellett ugye maga az ukrán uniós csatlakozás képezte még tárgyát az EU csúcsnak, tehát ez egy kifejezetten kiélezett két nap, azt hiszem, hogy talán az egyik legkiélezettebb csúcs ebben az évben. Hogyan látod egyébként Orbán Viktornak a fogadtatása, megérkezése, mennyire zajlott rendben, akár ha diplomáciai szemmel nézzük, politikai szemmel nézzük, mit tudsz erről elmondani? Én azt gondolom, hogy ugye Orbán Viktor miniszterelnöknek a megjelenését mindig egy jelentős sajtófigyelem kíséri, és én most is azt észleltem, hogy vannak olyan más tagállami vezetők, akik szeretnek ebben a dicsvényben sütkérezni, tehát ebben a figyelemben egy kicsit szerepet kapni, tehát ugye most is többen bekapcsolódtak az ő megjelenésébe, igyekeztek saját maguknak egy kis hírnévre szert tenni a megérkezés kapcsán. Egyéb iránt én még arra hívnám fel a figyelmet, ugye szokták mondani, hogy a magyar miniszterelnök izolált, és azért legkevésbé sem azt tűnik ki ezekből a megjelenésekből, hogy bármilyen mértékben is izolált lenne, tehát mindenki hozzáfordul, kicsit inkább pont azt látom, hogy a figyelem középpontjába kerül, amikor megjelent. Ezen kívül maga az EU csúcs, ugye ilyenkor összegyűlnek több országból is nyilván a vezetők. Ha még itt egy picit beszélünk magáról az intézményről, akkor pontosan kiket várnak ide? Tehát a miniszterelnökei a tagállamoknak jelennek meg, ezen kívül még kik szoktak részt venni ezen a csúcson? Így van, tagállami, állami és kormányfők, tehát ez a kör, és akkor ezen felül ugye általában van meghívott vendég, hogyha valaki ad döntés, kihalt most ebben az esetben Zelenszky elnök. Az Európai Bizottság nagyon most magas szinten szokta képviseltetni magát, von der Leyen elnök rendszeresen vendége az egyeztetésnek, illetőleg más uniós biztosok, Charles Michel, és ebben a körben, tehát gyakorlatilag ez tényleg a krémje az Európai Uniós döntéshozatalnak ebben a körben kerül sor a vitákra. Azt mondtad, hogy Ukrajna körül csúcsosodtak ki itt a témák, ez pontosan egyébként mit akar, egy kicsit szétszedve ezt a gyakorlatban? Tehát van itt arról szó, hogy fel kéne gyorsítani Ukrajnával a tárgyalásokat ahhoz, hogy európai tag lehessen. Mi, akik nem értünk annyira nyilván az európai intézményrendszerhez, ezekhez az intézményekhez, ennyit hallunk a médiából, de mit jelent ez pontosan a gyakorlatban?
Ugye ezek a döntések, amik ezen a fórumon születnek meg, ezek már valamilyen szinten egyeztetett döntések szoktak lenni, tehát ritka az, hogy itt születik meg maga a döntés, bár pont az ukrán helyzet volt az, ahol egyáltalán nem lehetett azt előre látni, hogy végül milyen döntésre kerül sor. És akkor egy picit pontosítanék is a kérdés feltételeihez kapcsolódóan, hiszen ugye két ügyről volt szó Ukrajna kapcsán, az egyik a pénzügyi támogatás, az a másik pedig maga a tagsági tárgyalások, tehát a csatlakozási tárgyalások megkezdése. És itt két különböző stratégiát követett a miniszterelnök, hogy az egyik esetben egyértelműen vétózott ezek az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások. Itt ugye az volt a háttér, hogy elindult ez a beszélgetés egy 60 milliárdos összegről először, aztán a spanyol soros elnökség ezt lecsökkentette 40 milliárdra, utána Charles Michel elnök, amikor összehívta ezt a jelenlegi platformot, ezt a kétnapos csúcsnak a egyeztetését, akkor ő újra 50 milliárdról beszélt, és aztán ugye nagy vita kerekedett a tagállami vezetők között, az északi országok ellenkezni kezdtek, jelentős többet költségekre hivatkozva, és így született egy olyan konstrukció, hogy azt javasolták, hogy 17 milliárd eurós támogatás és 33 milliárdos hitel legyen az, amivel segíti az Európai Unió végül a Ukrajnát. Ugyanakkor ezzel kapcsolatosan kialakult egy nagyjávoli egyetértés, nagyjávoli. A magyar miniszterelnök ezen a ponton vétózott, és ennek alapján ugye azt javasolta, hogy amennyiben a többi 26 tagállam egyetért, akkor ezt intézik ők maguk között, tehát gyakorlatilag vegyék át ezt a költséget a 26-os körben. Van ennek az uniós intézményrendszerben hagyománya, ez az úgynevezett megemelt fontosságú együttműködés, kiemelt együttműködés, enhanced cooperation, ahol ebben a körben lehetőség van az egyetértő országoknak létrehozni egy ilyen pénzügyi támogatást, és akkor ez volt a javaslata a miniszterelnöknek, aki saját maga vétózta ezt az Ukrajnának nyújtott támogatást, és akkor végül arra a döntésre jutottak, hogy ezt most le se zárják, hanem ez elkerül januárra. Ez az egyik csomag. És akkor a másik csomag ide kapcsolódóan az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdése, ahol a miniszterelnök egy másik stratégiát követett, és itt ugye voltak kiscsoportos egyeztetések, teljes plénumos egyeztetések, és végül oda jutottak el az egyeztetések során, hogy amikor ezzel kapcsolatosan a döntéshozatalra került sor, akkor a magyar miniszterelnök inkább kivonult a teremből, mert annyira értelmezhetetlennek tartotta továbbra is azt, hogy megkezdje Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat az EU, hiszen ennek a feltételrendszere szinte félig sem teljesül, de gyakorlatilag nem kíván részt venni ebben a döntésben innentől kezdve, hanem a többi tagállamra hagyta, hogy aki osztja ezt a egyébként szabálytalan eljárást, az akkor fejezze ki az akaratát, hiszen nem jó megjelenni egy olyan döntéshozatalba, ami gyakorlatilag már a kérdésfeltevés is értelmezhetetlen, nem hogy a válaszadás. Ebben az esetben a döntéshozatal itt mit jelent? Tehát itt már akkor nem, ha jól értem, akkor nem volt szavazás, vagy nem volt lehetőség arra, hogy külön a tagállamok kifejtsék a véleményüket, hanem egy olyan döntés született, amiben nem lett volna, amire már nem lett volna ráhatásunk? Gyakorlatilag igen, tehát hogy teljesen egyedül maradtunk itt a 26 tagállammal szemben, és akkor ezen a ponton, ugye ezt egyébként méltatták is a többi tagállam vezetői, úgy fogalmaztak, hogy ez egy tiszteletre méltó döntés, illetve hogy észlelték, hogy emögött az van, hogy Orbán Viktor miniszterelnök értelmezhetetlennek tartja egyáltalán a kérdés felvetését ebben az ügyben, és ezért elhagyta a termet, hogy akik ebben egyetértenek, azok meg tudják tárgyalni, és adott esetben el tudják dönteni ezt az ügyet, amiben nem kívántuk kifejteni az álláspontunkat, hiszen oly sok fórumon annyira hatás nélkül elmondtuk azt, hogy nem látott még Európa egy olyan csatlakozási eljárás, ahol az elején egyszerűen úgy lehet kipipálni feltételeket, hogy azoknak a közelében sincs az adott jelölt ország a teljesítés kapcsán. Ugye itt mi azt látni, meg azt olvasni a hírekben, hogy Charles Michel, illetve von der Leyen is nagyon büszke arra, hogy ezt a döntést hozta Brüsszel, amiről itt éppen beszélünk, ugye Ukrajnával kapcsolatban. Nyilván Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna uniós tagsága rossz döntés, Magyarország ebben a rossz döntésben nem kíván részt venni. Te úgy fogalmaztál, hogy egyedül maradtunk végül is ezzel az álláspontunkkal. Itt a, például a, úgymond a V4 országok, a közel-kele, vagy a közel, na,
bocsánat, a közép- és kelet-európai országok sem támogattak bennünket ebben, hogy mi ezzel kapcsolatban szkeptikusak vagyunk? Ugye az volt a baj ezzel a, tárgyalási ponttal, hogy egyrészt ugye az Európai Unió követte ezt a szokásos csomag megközelítését. Itt ugye Moldova is belekerült ebbe a csomagba. Tehát most az Európai Tanács ugye úgy döntött, hogy akkor megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat mind Ukrajnával, mind Moldovával. És akkor picit azt lehetett látni, hogy minden tagállam meg volt nyerve valamivel, és akkor senki nem maradt már a tényeknek a szintjén. Egyedül a magyar miniszterelnök, és azért ebben a körben nagyon nehéz így ezen a ponton már kifejezni bármilyen szándékot, vagy bármilyen aggályt, hiszen ugye látható volt, hogy ezek a tárgyalások arról, hogy akkor kezdetét vegye a csatlakozási eljárás vagy sem, ezek egyáltalán nem a valóságról szóltak már. Tehát ez egy helyzetnek szól, ami az orosz-ukrán háború helyzete. És valahol én azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök is belátta azt, hogy egy olyan körben, ahol nem tények alapján egy eldöntendő kérdés az, ami a napirenden szerepel, abban talán egyszerűbb, hogyha kivonul, hiszen maga a kérdésfeltevés is valahol méltatlan, hogyha a többi vezető nem hajlandó abból az irányból megközelíteni mindezt, ami egyébként a feltételrendszer szükségessé tenne. Meg kellett volna vizsgálni azokat a feltételeket, amelyek alapján egyáltalán erre sor kerülhet. Nagyon sok platformon részletesen kifejtettük azt, hogy Ukrajna ennek miért nem felel meg, senki nem hallgatott sajnos ilyen tekintetben a magyar álláspontban. Megjelentek azért olyan hangok állítólag, amelyek arra vonatkoztak, hogy mielőtt bárki mást felvennének, vagy az uniónak ezen szinten elkezdődne a bővítése, szükség lenne az unióban belső reformokra. Ezek a hangok mennyire erős teljesek? Ugye teljes mértékben így van ez, és mert valójában egyik nem feltételezi a másikat, főleg, hogyha maguk a csatlakozási eljárás lépései azok tényleg vagy okhoz kötötten történnek meg, akkor a jelenlegi uniós intézményrendszernek az átalakítása, legalábbis abban az irányban való átalakítása, ami megjelent a német-francia javaslatban, az nem lenne feltétlenül szükségszerű, de az EU ugye rendszeresen ezt a kérdést együtt szokta kezelni, és ebben az esetben is ugye előkerült az unió reformja. Az a döntés született, hogy 2024 nyaráig, és akkor ez is egy érdekes dolog, hogy miért pont addig, kidolgoznák az Európai Unió belső működésének a lehetséges reformját, amiben vannak olyan elemek, amelyek az alapszerződések módosítását feltételezik, más elemek pedig a belső működésről szólnak. És ebben a két kérdésben tehát nyárig hozna döntést a tanács, ami azért olyan tekintetben egy érdekes szituáció, hogy itt azért az európai választások júniusban mindenféleképpen kezdetüket veszik, tehát gyakorlatilag addig kellene eljutni már egy reformjavaslatig, ha csak nem akarják, hogy kicsit egy ilyen úgynevezett ex-lex állapot legyen, ahol egyrészt egy új megalakuló Európai Parlament, egy leköszönő Európai Bizottságnak a rendszerek közé szorul be ez a téma, ami azért ennél fontosabb. Én kicsit aggódom is, hogy egy kapkodó stratégia születik majd itt, amit néhány hónap alatt igyekeznek majd akkor összerakni, csak azért, hogy lehessen róla beszélni, és csak azért, hogy ez is alátámassza mondjuk Ukrajna tagságát. Másról is szó volt itt egyébként az elmúlt időszakban, méghozzá olyan hírek is napvilágot láttak, ezek is a napokban kerültek elő, hogy úgy tűnik, hogy Magyarország számára mégis föllettek oldva bizonyos pénzek, amelyekre vártunk. Ez már egy döntés, vagy még mindig csak a hírek szintjén van, mert most már azért egy ideje hallunk ezekről, hogy megérkezhetnek bizonyos pénzek. Orbán Viktor is úgy fogalmazott legutóbb, hogy hisszük, ha látjuk. Te hogyan látod ezek most, tehát eljutunk most már abban a fázisban, hogy mégis készpénznek vehetjük ezeket a híreket? Igen, szó szerint készpénznek. Én azt gondolom, hogy végre oda eljutottunk legalább, hogy az Európai Bizottság nem hajlott meg az Európai Parlamentnek a egyébként nagyon sarkos és kiélezett politikai nyomás gyakorlásának, hiszen itt azért rengeteg nyilatkozatot lehetett hallani azzal kapcsolatosan, hogy a magyar reformok nem teljesítik a feltételeket, és az Európai Parlament kifejezte, főleg ott ugye a baloldali többség, a szokásos módon kifejezte az aggályát a magyar helyzettel kapcsolatosan.
Ugyanakkor a bizottság végre világossá tette, hogy jogszabályok alapján fogja megfogalmazni az értékeléseit, és így is lett. Lehetett azt látni, hogy ez egy elfogadott reform már a bizottság részéről, ami ennek egyébként 10 milliárd eurónyi kohéziós támogatásnak a felszabadítására vonatkozik. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy a bizottság azt várta, hogy Magyarországon hirdessék ki jogi értelemben, tehát a közlönyben az érintett jogszabályokat, és akkor erről a magyar kormány értesítette a bizottságot, hogy ez megtörtént, és a bizottság pedig tartotta a szavát, ami megint egy elismerendő dolog, hogy kivételesen nem az volt, hogy visszahátrált ebből a kérdésből, és közölte, hogy akkor a úgynevezett horizontális feljogosító feltételekhez, tehát a 4 kritériumnak a teljesítéséhez ez a reform, ez alkalmas, ez teljesíti. Tehát ezek az elvárások, ezek az Európai Bizottság szerint teljesültek. És ez egy nagyon lényeges pont, mert hogy ez vezet egyes forrástételeknek a feloldásához, és akkor ezáltal ugye a korábban már megfogalmazott előlegen túl, ami ugye a helyreállítási forrásból is jár, azon felül ugye feloldotta az uniós intézményen ezt a 10 milliárd eurót, ami gyakor csökkenti a felfüggesztett forrásoknak a mértékét. Tehát ez egyébként egy nagyon jó hír és egy nagyon nagy eredmény. Egyébként emiatt a döntés miatt, vagy emiatt az eredmény miatt, ami számunkra eredmény, nagyon sok kritikát kapott, akár személyesen von der Leyen is, és ahogy láttam, elég erőteljesen nekiestek, akár külföldi lapokban is, konkrétan egy osztrák lapban fogalmaztak úgy, hogy a bizottság nyilvánvalóan hülyének nézi, vagy tekinti Európa polgárait, ugye ennek a döntésnek a kapcsán, illetve mások is kifejezték azt a véleményüket, hogy csalódtak von der Leyenben, hogy ez az számunkra eredmény született. Te számítottál ilyen kritikus és ennyire kritikus hangokra? Hát természetesen igen, mert látható volt már, hogy milyen szokásos menetrend alapján fogalmazódnak ezek meg. Tehát vannak azért olyan civil szervezetek, amelyek rendszeresen egyfajta torz kritikát kommunikálnak, mint szakértők az uniós intézmény rendszer felé, és természetesen a magyar jogszabályok bennfentes ismerőinek tüntetik föl magukat, és ebből az irányból szokott mindig elindulni sajtótámadás is ezzel párhuzamosan, hogy ezek a civil szervezetek sokszor megkeresnek európai parlamenti képviselőket, külföldi politikusokat, felhangosodnak ezek a kritikák. A végén már senki nem tudja azt egyébként, hogy ténybelileg miről beszél. Tehát az igazságügyi reform volt egyébként ezzel kapcsolatosan talán a legjobb példa, ahol a kritikák, amelyekre tekintettel ugye az volt az álláspont ezeknek a szervezeteknek a részéről, a baloldali pártok részéről Európában, hogy azok ugye sértik a jogállamiságot, aránytalanok, ügyelosztás menetével kapcsolatos kérdések voltak. Tehát olyan részletszabályok már, amelyek tényleg így szinte éppen arról nem szóltak, hogy a országos bírói tanácsban hány asztal van. Ezek ugye felerősödtek, és teljesen előre látható volt, hogy amikor von der Leyen úgy dönt, hogy elfogadja a feltételeket, azt mondja, hogy megfelelő a magyar reform, akkor bizony egy jelentős kritikával kell neki szemben néznie, és ez a kritika, ez most tényleg kis túlzással kézzel foghatóvá vált, mert minden olyan szereplő hangot adott az aggályainak, amely eddig is nagyon hangos volt ebben az ügyben. Nyilván a következő év, tehát a 2024-es év, az további izgalmakat tartogat számunkra. Ugye választások is lesznek, EP választások. Te hogyan látod egyébként az Európai Unióban Magyarország helyzetét, például az EP választás és az azt körülvevő kampány, ami azért ilyenkor szokott zajlani, nehezebb helyzetbe hozza az országot, vagy akár a javunkra is fordíthatunk egy-két dolgot most majd az európai politikában? Hogy látod? Én nagyban abban bízom, hogy a javunkra fordíthatunk. Még egy ilyen aktualitást meg is említenék ezzel kapcsolatosan, hogy ugye Manfred Weber nemrégiben kifejezte kritikáját Pedro Sánchez elnökségével kapcsolatosan, illetve az ottani jogállamisági szempontból kritizálható események kapcsán. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jó dolog, hogyha folyamatosan tagállamok belügyeit tárgyaljuk ki, viszont ha már egyszer az egyik tagállam esetében így járunk el, ugye Magyarország, Lengyelország mindig ennek a középpontjában el, akkor valahol azt jó látni, hogy más tagállam esetében is ez megvalósul, de sajnos én attól tartok, hogy ez a Weberi kritika is meg fogott állni, hogy
hogy nem kellett volna, mert sért a jogállamiságot, meg az elnökség is ugye kritizálható volt, azonban lépések meg forrásfelfüggesztés nem fogja követni. De talán ez egy pozitív jel, hogyha optimisták vagyunk azzal kapcsolatosan, hogy itt a kettős mércének a kiélezettsége az változik majd. A következő időszaknak a felkészülés az európai választásokra az arról fog szólni, hogy az az Európai Unió, amely már teljes mértékben a tagállamokkal szemben képes csak saját magát meghatározni, az képes lesz-e szólni a saját állampolgáraihoz. Tehát azért ezek a kérdések, amelyek a döntéshozatal tárgyában manapság felmerülnek, ezek ugye úgy dőlnek el javarészt, hogy sok mindenki be van ebbe kapcsolva, csak éppen az állampolgári akarat nincsen. És ugye Magyarországnak éppen azt szokták felrúni azzal, hogy populista, hogy megkérdezi az embereket, akár csak most a szuverenitásról szóló nemzeti konzultáció kapcsán, kikérjük az emberek véleményét, bekapcsoljuk őket a döntéshozatalba. Ugye ezt nem teszi meg az EU. És én azt gondolom, hogy azt tud jól mozgósítani, aki nem távolodik el az állampolgároktól, és én abban bízom, hogy az elkövetkezendő fél év az pont annak lesz majd az időszaka, amikor napvilágot lát, hogy milyen az, amikor valaki úgy politizál, úgy hoz döntéseket, hogy egyáltalán nem figyel a saját állampolgára, és milyen az, amikor kifejezetten az ő érdekeiket viszi el Brüsszelbe, viszi el más fórumokra, és így dönt. Látsz erre esélyt egyébként, hogy elkezdenek jobban figyelni az európai polgárokra, akár itt, ugye itt az európai bürokrata rétegnek nevezett, sokszor ugye így hivatkoznak rájuk, kicsit ilyen technokrata módon irányító vezetők, elkezdenek figyelni arra, hogy mit akar az európai nép, és egyébként meg lehet határozni azt, hogy ki az európai nép? Most ugye ezt azért kérdezem, mert egy nagyfokú bevándorlás miatt azért politikai nyomásgyakorlás, az látjuk, hogy jelen van, és tudom, hogy egy kicsit ilyen filozófiai kérdés, de mégis te látod ennek optimista módon az előjeleit, hogy esetleg ez megtörténjen? Hát, én annak látom az előjeleit, hogy talán az a magyar gyakorlat lesz az, ami az esetleg a többi európai vezető is majd fordulni fog, ami már bizonyította a saját sikerét. És csak egy példát akarok mondani, tehát ugye Magyarországon a szuverenitásvédelmi csomagban több olyan elem van, amelyeket például most az Európai Bizottság egy új javaslatában teljes mértékben átemelt. És európai szinten akarja megvédeni a szuverenitást, az megint egy újabb beszélgetés tárgyát képezni persze, hogy tud-e az Európai Unió hatékony fellépő lenni ezen a téren, vagy egyáltalán nem. Én az utóbbi véleményem vagyok, mert ezeket a kérdéseket tagállami szintről kell és lehet egyébként megvédeni. De az viszont egyértelműen nyomon követhető, hogy sokszor azért nem vallják be persze, de egyre több területen követik a magyar példát. És ez ugye migrációban rendszeresen megjelenik, csak ez egy átpolitizált kérdés. Tehát amint a politikát le tudjuk választani olyan az európai emberek mindennapi életére hatással bíró kérdésektől, mint a migráció, mint a szuverenitás, külföldi beavatkozás elleni védelem, átláthatóság, transzparencia vagy a gazdasági kérdések, azonnal eljutunk oda, hogy az a megközelítés helyes, amit a magyar kormány végez. És én valahol abban bízom, hogy ez fog majd ebben a fél évben kicsit napvilágra kerülni. Én nem várom azt, hogy elismerjék, de azt azért elvárnám, hogy az Európai Uniós intézményrendszere mondjuk legalább a politikát leválaszták ebből a kérdésből, és egy kicsit azt vallják, hogy érdemes megkérdezni az állampolgárokat, a tagállamokban élőket, hiszen a távolsági hatalomgyakorlás az még soha nem vezetett eredményre az európai történelemben. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit közelebb hoztad hozzánk az EU csúcsnak a hangulatát, tudtuk azt, hogy miről is van itt szó, és segítettél megérteni is ezeket a különböző ügycsoportokat, amiről szó van. Úgyhogy hálásak vagyunk ezért, és az egész éves munkádért, meg a rendelkezésünkre állásért nagyon szépen köszönjük, kellemes ünnepeket kívánunk. Petri Bernadett, az Európai Uniós szakértő, az NK Európai Stratégiai Kutatóközpont és a 21. század intézet kutatója volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.